Ilyen férfias küzdelmeket hozott minden esztendőben az Altaripa teremfoci kupa Tolnán. Az évek alatt összeszokott csapatok mérték összetudásukat heteken keresztül, hogy aztán a győztesek büszkélkedhessenek sikerükkel, ám a lendület az évek alatt alább hagyott. Ez úgy indult igazából, amikor a sportcsarnok megépült, a Schmidt Józsi bácsi akkori sportcsarnok igazgatója kezdte szervezni, és akkor, hogy jobban menjen meg kevesebb, hát, hogy fejezzem ki magam, kevesebb dolga legyen, mert el volt foglalva a csarnok vezetésével, megkért, hogy segítsek. Gyakorlatilag 35. éve folyik ez a bajnokság. Kezdet-kezdetén 3 osztályban volt, és a 3. osztályban is még selejtezők kellett bejutni. Ma sajnos már csak a szenior bajnokság üzemel 5 csapattal. A megszokott társaságok közül is van olyan, aki akár a végső győzelemre is esélyes lehetett volna, most mégsem adta be a jelentkezését. Krekó György abban bízik, sikerül még újabb alakulatokat összeverbuválni, annak érdekében, hogy az Altaripa kupa ne csak nevében maradjon meg a labdarúgás szeretők emlékezetében. November 18-án kezdenénk a bajnokságot, kimondottan az öreg fiúk részvételével. Fiatalokat nem tudom miért, egy az egybe abba hagyták, nincsen érdeklődés, hogy a bajnokságot rendezzünk a részükre. Csak az öregek, a mi korosztályunk, a 40 meg a 60 közötti, az él a foci lehetősége. Pedig nagyon meg kell gondolni, mert a mai nehéz gazdasági világban nem minden sportcsarnok lesz nyitva, és nem mindegyik lehet igénybe ilyen feltételek mellett, amit a tolnai sportcsarnok biztosít a részünkre. Szerintem ez az 50-60 a születésű generáció azért összetartóbb meg, jobban érdekelte a sport, és leülnek, beszélgetnek minden. A mai fiatalok elmennek diszkózni, hazajönnek hajnalba, utána alvás, aztán igazából nem érdekli őket a futball, szerintem. Az idei esztendőben jelentős segítséget is kapnak a csapatok. A szervezők pályázaton nyertek forrást arra, hogy a szenior bajnokságban indulók nevezési díjakban segítséget adjanak az indulóknak. A versenysorozaton résztvevőknek 10 fordulóban kell helytállnia a pályán. Ahogy a nagy pályán is dívik, van őszi és tavaszi szezon, amikor is egyenlő arányban osztanak meg a játéknapok. A győztes csapat pedig magasra emelheti azt a kupát, mely 35 esztendeje minden évben várja Tolna legjobb kispályás csapatát.